Sziasztok, üdvözöllek benneteket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a északi járműjavítóból, a közlekedési múzeum időszakos kiállításáról. A mai nap folyamán Icarus Mini Fesztivál van, negyedik alkalommal. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű szép Icarus 30-as, ha jól tudom. A nylon piroska ide középre van kiállítva, ott van egy 200-as homlokfal, van kiállítva a Ziu troli is, rengeteg retro autó, illetve gőzmozdonyok, a Kandó Kálmán is ki van állítva. Gyertek, körbe kalózollak titeket a időszakos kiállításon. Rengeteg sok szép dolog van amúgy kiállítva. Itt van a Kandó, a retro autók, ott egy Ziu is ki van állítva, a 933-as, ha jól tudom, igen. De menjünk erre, és lessük meg a 556-ost, a 318-as vezérlőt, gringó kis autót, mindenféle ingyenség van, és amúgy vetítenek egy Icarusos filmet is itt a látogatóknak, azt is végig lehet nézni, akinek van rá ideje, illetve affinitása. Itt van a 318-as csodálatos vezérlő, ő megmarad az utókornak, a közlekedési múzeumnak a tulajdonát képzi. Itt van egy gringó is kiállítva. És hogyha elmegyünk ki erre, itt lesz az 556-os Icarus is kiállítva. Ő is csoda szép, csak nincs benne motor sajnos. De Kelenföldön épül a replika, egy 260-asból csinálnak. 556-os, itt kreatív dolgokat lehet csinálni, így néz ki az 556-os, és erről a feléről a vezérlő. Gyertek körbe, kalauzollak titeket itt a közlekedésébe. Rengeteg sok ilyen építvény van, teljesen megváltozott a tárlat ahhoz képest, mikor én utoljára voltam, teljesen átalakult. Gyönyörű szép makettek, modellek is vannak kiállítva. Itt van egy 260-as jó kis szegedi ex-gázos Icarus is kiállítva, dakkos matricával. Ez régen Tisza volán volt, utána dak, most meg volán busz. Itt vannak mindenféle autók kiállítva, jó kis retróvasak, Dacia. Ú, ez olyan jó öreg vas, nem tudom. Ez egy Skoda, van kispók, és itt van egy 266-os is kiállítva, itt van egy Csepel, ezt is meg tudtuk vásárolni a D'Agostini sorban, ezt a gyönyörű Csepel Verdát. És szemből a Skoda. Itt van a 266-os, üzemanyagtöltő állomások, 500-as Trabant, még repülő is van kiállítva. Hihetetlen Árpád Simbusz, van itt minden is, itt a búcsúban, Borsodos 266-os. Oda középre van kiállítva most a gőzös, a tolópadra, és ilyen vetítések vannak a oldalán, ez a 424-es, tudjátok, idén 100 éves. Csodálkoztam is, hogy nem ott van, ahol eddig, de én már körbe jártam, és akkor láttam, hogy ide van kiállítva. Itt is van egy ilyen emelvény csinálva, itt az aljában a Baba metró van megidézve, mint hogyha ruszki metrókocsiban lennél. Ülések, kapaszkodók, nézzétek meg, csöcslámpák fel vannak szerelve, mint hogyha a ruszki metróban lennénk. Szerintem amúgy egyszerű lett volna egy metrót idehozni, egy metrókocsit a Fehér útról, de hát ez az én véleményem. Rengeteg sok szép makett, modell van kiállítva. Na, rengeteg sok szép makett van kiállítva itt a múzeumban. Tudjátok, annak idején a közlekedési múzeumban is rengeteg sok Icarusos makett, modell volt.
Na és itt van a kondó is, V60003. Retro autók. Plakátok. És itt van kiállítva az IU-tról is. A 933-as. Szimulátor. És ide lett áthelyezve a terepasztal. Moszkva tér. És itt van ez a gyönyörű közös is kiállítva. Ha jól tudom, az a beceneve, hogy koporsó. Olyan alakja van, mint a koporsónak. És a 424-es helyén van kiállítva az a gyönyörű gőzös. 109-es? 119-es? Nem vagyok toppon a gőzösök típusaiban, de gyönyörű szép. Hát, megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Ennyi lett volna az északi jármű javítóban megtartandó 4. Icarus Mini Fesztivál, illetve a Közlekedési Múzeum időszakos tárlatának a bemutatása. Remélem tetszett, sok szép dolgot tudtam nektek mutatni, esetleg aki nem jutott el, az így meg tudja nézni, hogy mi is folyik manapság napjaiban az északi járműjavítónak a villanyszínében, mert itt szerelték régebben a villanymozdonyokat, a dízeleket, meg a gőzösöket, a Eiffel csarnokban csináltál. Sziasztok, jók lehetek, mindenkit üdvözlök, Herbák László Erik, Hella voltam innen Budapestre. Ha érdekelnek képanyagok, a Hella fanatikra, klikkeljetek. Sziasztok!